Na Jenő bátyám, magának mi a foglalkozása? Hát én múltkor voltam lenne a piacon 1500 dollárt hús. Mi van maga, süket? Nem ez volt a kérdésem, öreg? Igen, igen, engem is tök felháborít, hogy 150 forint egy húgyazás a pályaudvaron. Na jó, hát... Megint kifogtam egy idiótát, köszönöm. A lányok nem finganak, hanem... Nem pillangókat eregetnek. Bizzadnak. Nem, bennük minden összegyűlik, és aztán... Fossnak egyet. Így van, azt is próbálják rejtegetni, ugyan nem halljuk a robbanást. Isten második fia vagyok bizony. Na ne basszál már föl, komolyan! Ciki volt, amikor anyu elmondta. Apu tatákiakat képzeld el. És akkor neked mi a neved? Jézus 2. Azt a kurva! Mit jelent a kifejezés? Több dolgot is jelenthet igazából, de inkább csak akkor szoktuk hallani, amikor... nem lövöm le. Apáddal beszélsz éppen így magadba, vagy... Jó van, üdvözlöm. Ő is téged. Nem akarja úgy megmondani a választ. Büntibe vagyok. Beszop. Jézusom, már nem te... Na, tehát a megfejtés... Hát szaráskor szoktuk ilyen hangot kiadni, hogy nehogy ránk nyissanak. Vagy odafönti nem szartok, vagy mi van? Na te ki a bánat vagy, fiam? Kérem, beszéljen velem normálisan, jó? Bocsánat, úgy kérdezem, ki a faszom vagy te? Azért a tisztelet legyen már meg, országvilág előtt ne alázzon már meg. Ez egy szinkron paródia, te faszkalap. Hát szerintem meg egy erőltetett szar. Az orvos is ugyanezt mondta, amikor megszülettél, öreg. Igen, hát te nekem ne pattogja ki vagy... Na, Jézus 2, téged nem az előbb basztunk ki a játékból? Apu visszaengedett. Milyen jó fej, apád, valami is gondoltam volna. Azt mondta, hogyha nem nyerek, villámokat szór a seggembe. Majd mondd el, milyen érzés volt. Hol a 25 millió, fiam? Gundel bácsi kibaszott a játékból. Hát ezt nem hiszem el, megint vehetek föl hitelt a Providenttől. De te az Isten vagy, apám. És? Miből fizetem ki a villanyszámlát, ügye gyerek? Mi a helyzet, Erzsike? Semmi. Jósnő vagyok, és látom, hogy nyerni fogok. Magával pedig este lefekszem. Itt a stúdióban fog análisan megdöfködni. Hú, Erzsike, de nem mondjon ilyeneket, hát itt van a férje. Nekem meg feleségem van, vassza meg! Jaj, ne beszéljünk arról a büdös parasztról. Büdös kurva. Milyen régen fedezték fel Amerikát? Na, kedves, mi a faszom? Sándor, milyen régen? Talán Ronald Reagan. Ha most poénkodni próbált, akkor inkább kussoljon. Nem, ő ezt komolyan gondolta. Igen? Komolyan. Ne nevekre gondoljon, hanem időbe próbáljon meg. Ronald. Nem Ronald. Most mondom, hogy nem név, te fasz! Hát... Hát nem név! Akkor Ronaldo. Kurva régen fedezték fel Amerikát, bazd meg! Ne vigyorogjál! Magas a Stanfordon végzett, ugye? Nem is értem, miért utálja magát az asszony ilyen adja. Nem becsüli meg a tudásomat. Jó van, már elég volt az emberekből. Ha tetszett a műsor, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Viszlát!